Közel tíz éve működik a Bereki Kert Barátok Köre Egyesület, és minden évben aktívan próbálnak a kertművelési mozgalomban részt venni. Az elmúlt év is tényleg nagyon eredményesnek mondható, annak ellenére, hogy nagyon a szájos időszak volt, kicsit bajosabb volt a termelés, de úgy néz ki, hogy mindenkinek azért sikerült saját maga részére nagyon sok mindent megtermelni. Így vásároltak vetőmagot, palántát és facsemetéket. Mi sokat próbálunk segíteni, olyan módon is, hogy pályázatokat írtunk, és nyertünk is, nagyon örülünk neki, és vásároltunk rajta vetőmagot, palántát és facsemetéket, és ezeket, aki érdeklődött, megkérdettük, és így adtunk segítséget a termeléshez és utána nyomon követtük ezt a dolgot, beszélgettünk, szaktanácsot adtunk. Most tervezünk egy előadás sorozatot, hát most tavasszal egyet mindenképpen, hogy a vetések, csemeteültetések, növényvédelmi munkák, meg hát maga az értékesítés vagy a termésnek a hasznossága, erről lesz szó. Vannak bereki családok, akik már tényleg nagyon profik a kertészkedésben, de most a fiatalokat is szeretnék jobban bevonni a munkába. Egyelőre azt kell mondanunk, hogy az idősebb korosztály foglalkozik ezzel a dolog, munkával, de Sokkal még közülük sem. Úgyhogy még őket is vissza kell egy kicsit csábítani, csábítani, teregetni a konyha kertészkedésre, mert úgyis ezt tudja mindenki pedig, hogy sokkal egészségesebb, friss, minden szempontból nagyon megfelelő lenne a családnak egy ilyen önellátás. Úgyhogy ezt így az időseknél úgy gondolom sikerült elérni. Fiatalok is vannak már, és az időseknek a gyerekei, unokái is úgy látjuk, hogy benne vannak. Még annyit szeretnék emelni, hogy Berekfürdőben nagyon szép konyhakertek vannak. Országos tiazottunk is van és meg hát nagyon sokan tájékozódnak, érdeklődnek, úgyhogy most nagyon nagy terveket szövünk, és nagyon köszönjük az állami segítséget is, mert a pályázata útján nagyon sokat jelent ez nekünk. Mondta a szakember, akitől megtudtuk, a hagyományos gyümölcsöket, zöldségeket termesztik a bereki kert barátok. Elsősorban azok az általánosan használt paprika, paradicsom, zeller, sárgarépa, petezsem, de nagyon sokan érdeklődnek a fűszernövények iránt, és a fűszernövényeket ugye kis helyre el lehet ültetni, évelők nagy része szépen be lehet vele és évekig ellátja a családot nagyon értékes, hasznos dolgokkal. Úgy látom, hogy nagyon sok különleges fa fajták vannak, és van olyan kertésztársunk, aki, aki kísérletezget is a szemzésekkel, hogy egyik fá, egy fába többféle növényt szemez be, és többféle fajtát, és nagyon szépen működik ez a dolog. Tehát én úgy látom, hogy nagyon érdeklődőek is, és ha nem is az ősi fajták, mert nálunk is azok vannak, amik máshol nagy részt, de nagyon érdeklődő mindenki, és az újfajtákat is szeretnék. Meg hát a régieket mindenképpen, mert úgy vettük észre, hogy sokkal ellenállóbbak a betegségekkel szemben, mint ezek az újfajták. Ezek igényesek, nagyobb növényvédelmi beavatkozást is igényelnek, úgyhogy ezt nem nagyon szeretik a gazdálkodók, a termelők, kertészkedők. A úgyhogy inkább az ősi fajták. Szeretnénk is ebben nagyon tájékozódni és beszerezni ilyen ősi csemetefajtákat. fajtákat. Aki megtermeli és nem viszi a piacra, hanem a családnak elteszi, befőt, lekvár és más formában, más-más tartósító módszerrel. Tényleg nagyon sokféle módja van a, a tartósításnak, mert nyilván frissen a legjobb az zöldség, de a, a szárítást, tehát az aszalástól, szárítástól kezdve a, a befőzés és mindenféle tehát rendes állakában eltevés mindenre kíváncsiak a termelők, és kell is, hogy a nyári ízeket megőrizzük télire, és megőrizzék a beltartalmi értéküket is ezek a növények. Egymástól is nagyon sokat tanulnak a kertészkedők. A gyerekek is természetesen kell, hogy a régi ízeket ismerjék, és ehhez ragaszkodjanak, tehát ők maguk is ennek érdekében tegyenek. Mi ezeket az előadásokat meghirdetjük interneten is, és itt Berekfürdőben például minden, tehát írunk egy kis tájékoztató cédulát, és minden házhoz bedobjuk. És aki, sokan vannak nyaralók, meg akik itt laknak, aki megtalálja, vagy meglátja, az nagyon szívesen várunk mindenkit ezekre az előadásokra. Nagyon Ügyes, képzett szakemberek fogják tartani, lehet tőlük kérdezni, gyakorlattal rendelkeznek. Tehát ez nagyon sokat jelent, hogy például megkérdezhetik, hogy hogy, hogy kell például a szőlőt mecceni, vagy gyümölcsfákat is, vagy melyik növényt hogy érdemes elvetni, vagy milyen formában kell felnevelni.